Hogyha olcsón szeretnél hozzájutni kedvenc játékaidhoz vagy Fortnite kiegészítőidhez, akkor látogass el az eneba.com oldalra. A Pink Horizon kóddal pedig 3% kedvezményben részesülsz. Mindenképpen csekkoljátok le, link a leírásban. Sziasztok emberek, én Pink Horizon vagyok, és a mai videóban meg fogjuk nézni ezt a videót, aminek az a címe, hogy a családom nem hitt nekem, hogy valami él bennem, de az édesanyám látta a köldökömet. A lényeg az, hogy ez egy animáció, és hát rá fogunk ficcenni, meg fogjuk nézni. Egyébként itt van mögöttem egy plakát, amit a csillagokalatt.hu-tól kaptam innen, és nagyon szépen köszönöm, de lesz róla egy poszt Instagramon. Igazából semmi nem látszik belőle, mert kisüti a nap, de legalább ott vagyok még egyszer. Hello, szia! Ha már Instagram, akkor kövessetek be Instagramon, pinkhorizon23 néven vagyok fent. Ja, ennyi. Hogyha még szeretnétek, hogy közösen nézzünk ilyen animációkat, akkor a videó végén nyomjatok egy lájkot a videóra, vagy írjátok a kommentbe, hogy mit gondoltok erről, de én nem húzom tovább a szót. Nézzük, hogy mit tud. Ez is egyébként egy angol videó lesz, szóval le fogom fordítani a fontos részeket, na nézzük. Hi, my name is Andy, and I'm 15 years old. 15 éves Andy. Do you love your siblings? Szereted a testvéredet? As long as I can remember, my older sister mocked me constantly and put me down. Because of her, I was afraid to live. Szóval a lényeg az, hogy van egy testvére, annak a 15 éves fiúnak, aki folyamatosan gúnyolódik rajta, és folyamatosan rosszul érzi magát tőle a fiú, és hát már fél élni is konkrétan. Illetve a kommentben, hogy nektek egyébként van-e testvéretek, illetve hogy milyen viszonyban vagytok egymással. And I mean that literally. One evening, when I was 10, and Judy, my sister, was 14, our parents asked her to babysit me. Although my sister hated me, recently with our parents, she'd been pretending to be a loving sister, so they would buy a car for her 16th birthday. A lényeg az, hogy a fiú 10 éves volt, és megkérte a családja, a nővérét, Judit, hogy babysittelje már a gyereket, és vigyázzon rá, de hát a nővére az utálta a gyereket. Hoppá! És nyilván, amikor ott voltak a szülei, akkor nyilván úgy viselkedett vele, hogy kedves volt, meg izé, és ezért kapott egy autót a 16. szülinapjára. És ugye a szülők ebből csak azt látták, hogy jól viselkedik vele, és kapott egy autót a 16. szülinapjára. Jól megy. Na, de nézzük tovább. Kapcsolok amúgy feliratot. When we were alone, she was always angry and made fun of me. Folyamatosan mérges volt rá, viccet csinált belőle, amikor ketten voltak. That evening, azt mondta, hogy adoptálva van a gyerek. Az egyik este nagyon túl messzire ment. Greg, Judy's boyfriend, átjött Judy barátja. He was as nasty as my sister. Ugyanolyan gonosz volt, mint a testvére. Making fun of my height. Mi az a dvíb? Mi az a dvíb? Erre most rákeresek, hogy mi az a dvíb. Aha, egy ilyen, hát egy hülye gyerek lényegében. Hát hülye gyereknek nevezte folyamatosan a csávú szegény fiút, butának, és folyamatosan viccet csinálta súlyából és a muszkliából. When he and Judy got bored, they would force me to box with him or try to. Erőltették, hogy boxoljon vele. Vagy nehéz súlyokat kellett emelnie. Ő csak rajzolni akar. They sat me down with them and put on a horror movie. In the film, monsters crawled out of people through their belly button and ripped them in half. Szóval erőltették, hogy nézzen a Judyval meg a Greggel horrorfilmet, amiben az embereknek a köldökéből kijött egy szörny, és ketté hasította őket. Érdekes. I was terrified. Félt nagyon. Erőltették, hogy nézze. Judy, seeing I was upset, laughed and grabbed my. Látta, hogy ideges a gyerek, és azért Judy folyamatosan. And my sister told me that a monster, like from the film we were watching, lived in me. Aha, szóval ugye folyamatosan nevetett rajta, hogy látta, hogy fél, és folyamatosan piszkálta a köldökét, és a gyerek most mondja, hogy neki egy ilyen külső köldöke van, biztos sokatoknak van ilyen külső köldöke, nem tudom ezt amúgy, hogy mondják, és folyamatosan azt mondta a gyereknek, hogy egy olyan szörny fog kijönni belőle, mint a filmbe.
Mert hogy az él benne. Azt mondta, hogy azt látta, hogy a fülébe mászott valami, amikor kicsi volt. And so I drew the monsters from the movie until I dozed off. In the morning I woke up. Looking down, I saw blood. Red blood. It was like I had drawn last night. I lifted my pajama top and there was blood around my belly button. I froze. Uha. I looked and beneath the blood there was something black. Na várj, várj, mi történhetett? Mitől vegyük át a lehetséges opciókat? Vagy valóban benne van valami a gyerekbe, vagy ismételten csak megviccelte a nővére. Melyikre tippeltek? Vagy csak halucinál, vagy még álmodik, vagy valami van ebbe. De a lényeg, hogy nem tudott éjszaka aludni, és miután felkelt, ezt látta, hogy tiszta vér a hasa, a köldöke. Just like the movie. I screamed so loud that all our neighbors heard me and my mom came running into my room. I was hysterical and kept trying to about the monster that was coming out of my belly. I tried to tell my mom that I was going to die. Eventually, my mom lifted my pajama top, took one look at my belly button, and dragged me into the shower. Hát megfogta a gyereket, hogy menjen el fürdeni. Szóval valószínűleg csak oda volt valami firkálva. I wasn't going to die. Judy and Greg had snuck into my room once I was asleep and drawn something that looked like a monster on my belly button. Tudtam. And covered it with ketchup. Tudtam. Tudtam, hogy éjszaka a Judy meg a Greg bement a gyerek szobájába, rárajzoltak egy ilyen szörnyet, és oda nyomtak ketchupot, és lényegében csak ez történt. De nem értem, miért kell amúgy ilyet csinálni a kisebbik testvéreddel? Rendes, sajnálom a gyereket, még ha nem is tudom, hogy igaz története vagy se. Szomorú. Szomorú. Judy got grounded. Aha. And I got sent to a child psychologist. Judit leszitták végre a szülei. Elment pszichológushoz a gyerek. Kétszer ment el hozzá hetente. Judy and Greg and the movie, I developed an erratic phobia of belly buttons. Soon as I saw them. Várja. Köldök fóbiája van, de neki is van egy. Akárszor ránéz, megijed. Szóval működik. Nektek van köldök fóbiát? Aki erről még nem hallotta. Panic, thinking some monster would emerge and rip the person in twain. I had horrible nightmares and regularly voltak, mint mindig erről a szörnyről. That I started to notice something. My belly button really was getting bigger. Egyre nagyobb lett a köldöke. I didn't tell anyone, not mom. Nem mondta el senkinek, anyának se, apjának se, pszichológusának se. Bigger, and I knew what would happen once it got too big. The monster inside of me would come out and rip it apart. Tudja, mi fog történni, hogyha ez még jobban megnő. Ilyen a szörny, és ketté hasítja. Egyre jobban fájt neki. Thoroughly terrified, I told my mom. She took one look at my belly button and turned white. We were in an ambulance on the way to the hospital within an hour. Megmutatta az anyjának, aki elsápadt. Kihívták a mentőket, és hát elmentek a kórházba. De mi lehet az? Szerintem még mindig nem a szörny lesz az. Ez túlságosan valósnak tűnik nekem, hogy... Hogy ez nem egy misztikus animáció. Szerintem, mik lehetnek a lehetséges opciók? Igazából nem tudom. Tehát egyre nagyobb lesz a köldöke a gyereknek. Nem tudom, minden mindjárt kiderül úgyis. At the hospital, the doctors discovered that I didn't have a case of the money bellies, but instead, something called an umbilical hernia. Moreover, I had had this since birth. Ez egy betegség. Had had an effect on my growing up. It was the reason I was so weak, why I was so scrawny, why I was such a dweeb. Igen. Szóval ez egy betegség, ami ilyen nagy köldököt csinál neked, szóval nagy lesz tőle a köldököd, és ez kihatása volt az életére, emiatt volt ilyen gyenge, emiatt volt ilyen vékony. I needed an operation to remove the hernia and was put under for it. But when I came to, I made a startling discovery. I no longer had a belly button. Oh, nincs többé köldöke. Alongside my hernia. Kiszedték. The thing I was most afraid of was gone. Azt mondja, hogy a dolog, amit a legjobban félt, eltűnt. Gyerekek, nektek is a legnagyobb félelmetek a saját köldökötök?
én szeretem a köldökömet. Érdekes. But despite this, I still had nightmares and still felt uneasy about the whole thing. Judy, annoyed at having gotten in trouble, continued to tease me. She constantly told me that the monster was still inside me and hadn't been removed and was going to crawl out any day now. Továbbra is csesztette Judy a gyereket, hogy még mindig benned van. Mert nem bírta elviselni, hogy leszitták a szülei, ezért tovább csesztette lényegében. I'd had surgery to remove a hernia, and my Audi had been removed as well. So why did this bother me? Because I could feel something moving in my stomach. Még mindig érzi, hogy valami mocorog a hasába. A gyereknek nagyon nagy bajai lehetnek. This time, I told Stella right away. Elmondta a pszichológusának, azt mondta, hogy ez csak a fóbiája játszik a agyával. As a few days after our session, I came down with a fever. It got worse and worse. Láza volt. My mom called an ambulance. És megint mentővitte a gyereket, azért mert lázas volt. But I was terrified. Were the doctors going to find the monster in my stomach? Was I going to be torn apart? A gyereknek végig az járt a fejében, hogy az orvosok meg fogják találni a szörnyet benne. Úristen. Találtak valamit. During my operation, a piece of cotton wool had broken off inside of me. Egy darab papírt beleejtették az előző műtét közbe, ezt a darab papírt a gyerek hasába, amit senki nem vett észre, és emiatt érezte, hogy valami mocorog a hasába. This wool had been resting inside of me, absorbing liquid and brushed the tissue. Nagyon fájt neki lényegében. But now I was extraordinarily self-conscious about it. Soha nem volt nagyon büszke a külsejére, de most kifejezetten nagyon. Azért, mert nincs köldöke. Érdekes! My parents spent a lot of time with me, and Judy grew ever more jealous. She was angry at me too, as apparently I had stopped mom and dad from buying her a car at 16. In fact, mom and dad had... Hop! A gyereknek végül sikerült megállítani a szüleit abba, hogy vegyenek Judynak egy autót, és hát végül nem fog kapni Judy autót, beszop. Seen how she behaved towards me when she thought they weren't looking. Na ez te jó. És mindez azért volt, mert egyszer ugyanúgy csesztette a gyereket, mikor azt hitte, hogy a szülei nem figyelnek, de végig látták a szülei, hogy mit csinál a gyerekkel. És hát volt kocsi, nincs kocsi. And decided she wasn't mature enough for a nem, car. Nem elég érett egy autóhoz. She continued to mock me, to tease me, and to tell továbbra csesztette, tovább mondta neki, hogy adoptálva van. And decided to arrange a very special birthday party for me. Ó, különleges születésnapi parti rendeztek neki. Ahol ott voltak négyen. No relative, just me, mom, dad, and Judy. Én, anya, apa, és Judy. They had something to tell me. And dad showed me an old piece of paper. Hop, egy régi an adoption certificate. Judy had been valóban örökbe volt fogadva, gyerek. I was adopted. I had been adopted when I was a few months old, mom told me. Néhány hónaposan lett adoptálva. They showered me in kind words and told me how much they loved me. Whilst Judy stood there, her face full of malice and glee. Judynak már megint csak gúny volt az arcán, hogy mondtam, hogy adoptálva vagy. Mennyire örül. That was until dad presented a second old piece of Hop, paper. Egy másik papírt is bemutatnak a szülei. Judit is adoptálták. Na, most legyen nagy a pofája Judynak. And Andrew are biological siblings. We love you both equally. Ők testvérek. The truth was our parents couldn't have children. Szeretik. They had decided to adopt a baby from an orphanage. That is, me. But they learned that I had an older sister and didn't want to separate us, so they took us both in. Igen, nem akarták őket szétszeparálni, ezért mindkettőjüket örökbe fogadták. Ez amúgy tök szép. Our biological parents had died in a car accident. A valós szülei meghaltak egy autóbalesetben. Na jó, emberek, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Nekem igazából tetszett ez a kis animáció, tökre ilyen tanulságos volt. Ez igaz, nem egy ilyen paranormális horror videó volt, de igazából tetszett nekem. Próbáltam nagyjából lefordítani nektek a lényeget, remélem, hogy sikerült nagyjából. Hogyha pedig szeretnétek következő ilyen részt, akkor azt mindenképpen jelezzétek egy lájkkal, és iratkozzatok fel a csatornára. Tehát a tanulság az, srácok, hogy a kisebbik tesótokat soha ne bántsátok, soha ne ijesztegessétek, jó néha-néha belefér, de nem mindig, mivel az
a mentálisan neki később rossz lehet. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a videóban, következő videóban találkozunk, jók lehetek, sziasztok!